Na hát nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én a félig fanszuper és ala moderátor leszek Rin, viszont mindenféle fanszuper csapatnak a vezetői fognak velem tartani. Először is szeretném a színpadra hívni Durmolóst, aki az Urahara fanszubnak a vezére. Sziasztok! Közvetlenül mellé csatlakozik Tapion Sama a Naruto Kun website team-től. Érzem az erős rajongó táborokat már. A következő vendégem pedig Ezra, az Anime Gun Sub-tól. És végül, de nem utolsó sorban pedig Ritz a Ritz Ronin Factories-tól. Na hát szeretettel köszöntelek titeket ezen a kerekasztalon. Szerintem úgy láttam egyébként elég nagy az ismerettsége mindenkinek, de azért menjünk biztos, ami tutira. Szeretném, hogyha egy kicsit beszélnétek magatokról, mióta űzitek a fanszuberséget, milyen művek, amikről ismerhetnek titeket, szóval csak egy kicsit így csináljunk kedvet a nézőinknek. Sziasztok! Durmolós vagyok az Urahara Shop-tól. Én 2007. októberében csatlakoztam a csapathoz, mint fordító, azóta is fordító vagyok. Azóta csapatvezető is lettem. Nagyon sok sorozatot fordítottam, amiket így kiemelnék talán az utóbbi időszakokból. Az a Tokyo Revengers, amit Mencivel együtt alkottunk. Még amit úgy gondolom, hogy említésre méltó, az a Helsing Ultimate. Meg hát egyébként meg rengeteg sorozat, tehát most is Naruto Kunnal együtt csináljuk a Bleach-et, fordítjuk a Chainsaw Man-t, szóval így rengeteg projektet tudhatunk a hátunk mögött. Köszönöm! Hát én Tapion vagyok, ismertek szerintem sokan, naruto.hu. 2007. januárja óta üzem az ipart, azóta akkor léptem be a 2006. december 1-én született oldalnak a csapatába, és 2017 óta pedig mint csapatvezető tevékenykedem. Amihez talán a legtöbb közön van, és ami a szívügyem, az a One Piece, mint anime, manga, ezzel foglalkozok a legtöbbet. Ezt az animét egyedül fordítom, a mangában pedig lektorként tevékenykedek. Ezen kívül a Boku no Hero Akadémia, senki számára sem ismeretlen, szintén nálunk indult el, és azt is én fordítottam. Ezen kívül még a Dragon Ball Super tudom felhozni, mint nagy név, azon tényleg ott már csak ezen kívül már csak kisebb projektek vannak. Köszönöm. Szóval, sziasztok, én Ezra vagyok. Eredetileg 2020-ban léptem be a nem sokkal azelőtt alapult Anime Gun Sub nevű formációba. Eredetileg mint lektor, ami egy vicces sztori, mert pont az az anime idegesített fel, hogy nem volt hozzá rendes fordítás, csak valami rémálom, amihez később Ritz megkért, hogy a befejezéséhez csatlakozzak, mint formázó, és jelenleg is ezen dolgozom így a háttérben. Szóval ez így érdekes, hogy összefutnak a szálak. Egyébként én nagyon szeretek mindenféle csapatokban dolgozni, szóval az Anime Gun Sub-on kívül másnak is a tagja vagyok, illetve úgymond egyéni fordítóként is dolgozom. Amit még megemlítenék, hogy külföldi csapatoknál is részt vettem pár folyamatban. Itt megemlíteném mondjuk a Komi-san animéjét, aminek a formátójaként ott voltam egy pár résznél. Talán még a Spy X Family-t, amit így ismerhettek. Magyar projektek közül, amit felhoznék, az a Mushoku Tensei. Mindenki nagy kedvence. Én személy szerint csak az első partot fordítottam, azért, mert nem az én kedvencem.
műfajokat tekintve, de mégiscsak ott voltam nála, illetve a Horimia, ami egy nagyot futott projekt volt, kettő fordításra készült, az egyiknél mint lektor, a másiknál pedig mint formázó voltam ott. Úgyhogy ha magyarul néztétek, mindenképpen összefutottatok a nevemmel. Összességben ennyit tudok elmondani, köszönöm, hogy itt lehetek. Végezetül, akkor én pedig Ritz vagyok, a Ritz Running Factory-nak az alapító tagja, ez egy 2009 májusában alapult csapat. Kb. A mindenes, tehát a fordítótól, a formázón át, a lektoron át, így körül mindent csinálok. Éppen csak nem karaokét nem, de egyedül azért, mert azt nem csinálunk. Köszönjük, hogy nem énekelled el az endinget és az openinget. Hát, ja. Ezen kívül a The Legiverse Club ilyen alkalmi angol felállásnak vagyok még úgy egy ilyen szintén úgy alkalmi főnöke. Így viszont amiket így fordítottam, amiről ismerettek, az esetleg a Pantheon Stock, King Midgarter Belt, a Fate Franchise, a Ginga Eyu Densetsu-nek a most futó remake szériája, ami most már a negyedik évadnál tart. Esetleg még az Utapár Erbundónak a folytatásai, a S2, S3. De leginkább ezek, mert ilyen jó sok mindenben részt vettem. Meg ugye te ilyen feliratmentést is csinálsz, ugye régi animéket próbálsz fönntartani a köztudatban és az életben, amik ilyen, nem tudom, 50-es, 70-es éveknek ilyen kezdő animé. Szerintem ez is elég érdekes. Igen, ahogy egyszer így megmémeltük szépen, ez a senkit nem érdeklő 50 éves kínai vackok. Na azok úgy körülbelül ugyanúgy benne vannak a repertoáromban. De így egészen az animének a története, tehát így az 1910-es évekig visszamenőleg onnan úgy nagyjából a 70-es évekig inkább azt mondanám, mert utána már ténylegesen kifejlődött egy ilyen sorozatos széria jelleg. Igazából, hogyha nem tudjátok, hogy egy anime miért kapott magyar feliratot, az biztos, hogy Ritz csinálta. Mert ő foglalkozik tényleg ilyen művekkel, hogy egy-két perces vackók, amikben van nagyjából három sor, és nem tudod, hogy miért láttad, és mi történt a szemed előtt. Vagy tényleg ezek a nagyjából 100 éves művek, amikért egyébként a lektorja nagyon szereti is. A lektorunk az imádja. A pokolra tudnak kívánni érte. Ahogy engem is egyébként az idióta formázás kéréseimmel, amit összeműveltem az utóbbi pár napban, hogy fordítson le egy olyan sort, ami félbe van vágva, vagy olvashatatlan. Ó, nyugodj meg! Az mindenkitől szereti. Csak úgy példának említve a Kozoku Szubot például, Kenta kérte tőle, hogy fordítsa le ugye a film felét kitévő összes chat üzenetet. Az SRT császár. Na de szerintem azért Ritznek is jár a taps, mert elég régóta van az iparban. Szerintem először akkor egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ugye sajnos a feliratok nem varázsütésre készülnek el, és nagyon-nagyon-nagyon komoly munkát fektettek bele mindannyian, mindenki a maga részébe, meg úgy az egész csapatotok. Szerintem egy kicsit így meséljük el, hogy akkor milyen állomásai vannak a fanszab készítésnek, mire érdemes figyelni, esetleg ha valaki bele akar vágni, neki milyen tanácsot tudtok adni. Szóval először is kell egy hát lehetőség szerint angol forrás, hogyha csak, ha csak nem beszél valaki japánul. Ugye az angol forrásból kinyerjük a feliratot, ami vagy egy megui exével történik, amivel ez egy extraktor, ezzel kivonjuk a feliratot a videóból, vagy pedig az AEG-ben megnyitjuk a videót és a felirat exportálása a videóból, utána ugye megkapjuk az angol feliratot, ezt az angol feliratot lehetőség szerint lefordítjuk minél szebben. Ha úgy adódik, hogy rossz az időzítése, mert elég soknak nem jó az időzítése, akkor egy időzítő átfut az egész sorozat, vagy az egész feliratot, soronként beidőzíti az elejét, a hátulját, utána megy egy, mondjuk egy lektorhoz, aki igazából nem csak a helyes írást nézi, hanem nézi a fordítást és a fogalmazást, a helyes írást, az elgépelést, mindent javít.
utána még kerül egy formázóhoz, akinek jön a, az egyik szerintem nagyon fontos állomása a feliratoknak, hogy hogy csinálja meg úgy a feliratot, hogy ez szép legyen. Tehát a diológusoknak ugye van egy általában egy main fontja, viszont itt jön a trükk, jönnek a képfeliratok, amiket olyan szépen meg kell csinálni, hogy mintha az animének, az animációnak a részei lennének, és hát igen, ők a kreatív részleg nálunk, akiknek nagyon komoly munkaóráik vannak egy-egy felirat elkészítésében, vagy egy-egy sor, egy-egy felvillanó szöveg elkészítésében, hogy ez tényleg úgy nézzen ki, mintha ez az animáció része lenne. És mindezek után legvégül, hogyha van ellenőrünk jó esetben, akkor az ellenőr még egyszer végignézi az egészet, és ő viszont mindent néz, az időzítést, a formázást, a fordítást, etc. etc. Adok tovább a szót. Én ezt annyival egészíteném ki, mert nagyjából tényleg ezek az alapok, és ehhez nem tudok hozzátenni, maximum csak kiegészíteni, hogy igen, lelőtted a poént. Magának az angol feliratnak, mint forrásnak van egy olyan tulajdonsága, ami sok-sok év alatt jutott el odáig, hogy jellemzően borzalmas. Tehát egyszerűen... Simulcast. Így van. Tehát, hogy mondjam, az angol nyelvű fansub csapatok is egyre inkább tűnnek el, egyre inkább felületes munkát adnak ki. Amik még megvannak ma, azok szerintem, legalábbis amit én látok, azok inkább ezeket a streaming szolgáltatók által biztosított feliratot formázzák át, javítják ki, javítják fel, és egy akár szezonos, akár most futó animének a feliratát nagyon nehéz úgy magyar nyelvre átültetni, hogy az alapforráshoz elengedhetetlen az, hogy valamennyire legalább a megtekintett animék alapján hallja az ember a japán szövegben tehát észrevegye azokat a dolgokat, amiket utána át tud ültetni a magyarba. Bocsánat, csak itt még egy szóra. Szóval nagyon sok olyan fordításunk van, amit most, amit Tatian is elmondott, hogy nem egy, hanem két vagy három forrásból ollózunk össze, plusz még hogyha egy olyan projektről van szó, ami egy mangából készült, akkor a mangát is nézzük hozzá, hogy pontosabb legyen a fordítás, vagy egy novell, egy light novell, tehát így többfajta forrása lehet egy feliratnak, hogyha nem megfelelő az angol. Igen, a források azok tényleg elég érdekesek. Vannak egyébként még mindig rendes fordítócsapatok, akik tényleg japánról fordítanak, mint ahogy az angol szcénában. Viszont tényleg az a jellemző, hogy megsporolják maguknak azt az időt, amit a fordítással tölthetnének, és ezen az áron ugye tényleg belekerülnek a szimulcastból benne maradó hibák. Amit én még így durmolósnak a gondolatmeneteméhez hozzátennék, ezt beszéltük is így Discordon még pár hónapja vagy pár hete, nem tudom, hogy nagyon változó minden egyes csapatnál, hogy hogyan halad egy ilyen. Például ismerek olyan csapatot, ahol először van a formázás és utána a lektorálnak, aminek nyilván vannak előnyei és hátrányai is. Amiről mi beszéltünk, az konkrétan az volt, hogy a fordítás hogyan készül az angolból. Vannak azok, akik szeretik simán átírni az angol szöveget. Mi például szeretjük zárójelbe tenni, de az az anime, amit ugye Liccel csinálok most, ott az a szokás, hogy az angolt átírják, és az angolt azt végül beilleszti a lektor magának, és a kettőt egyszerre nézi a videón. Formázásban szintén nagyon nagy különbségek vannak, nem tudom így most mennyire terelni ez a témát, de például amikor itt néztem formázni, ő gyakorlatilag scriptek nélkül kézzel csinálja a legtöbb dolgot, éppen csak a mozgatáshoz használ külső programokat, míg vannak, akik nagyon sok külső programot használnak, mint például én. Úgyhogy ez így tényleg egy nagyon változó folyamat, hogy készül ez az egész, nem lehet egy egységeset elmondani, úgy gondolom. Egy kiegészítés, ugye ez a kézzel készítéshez
ez rendkívül igényes, és igen, ez a képkockáról képkockára, ha valami van animáció, akkor az úgy megy végig. De nagyon sokszor muszáj egyébként, mert egyszerűen például a külsős program egy, azt mondja, hogy bocsi, de én ma sztrájkolok, én ma nem dolgozok. De van egy másik, például így kiegészíteni durmost, mert nálunk például van olyan felirat, amit kifejezetten japánból fordítottunk. Annál viszont úgy megy az először a dolog. Régebben úgy ment, hogy fogták, és akkor beírták szépen a TXT-be a szöveget, és akkor azt időzítették be. Most ezt kicsit megfordítottuk mi, ezt előbb leidőzítjük, és akkor ahogyan hallja a szöveget a fordító, úgy fogja majd szépen beírni. És így készül most jelen pillanatban egy 61 részes sorozat, valahol ott a bele után járunk már benne. Két év után ez már egy eléggé nagy haladás, így echte Japánról, úgyhogy még a forrás is egy annyira hitvány volt, kérlek szépen, hogy ami megvolt hozzá, azt nekem körülbelül egy évig tellett helyrehozni. Egy 340x240 pixel magas kis Nokia 3310-esre szánt videót, kijavítani, hozzátenni az openinget, az endinget, visszaállítani a köztes iCatch-et, ami végül is ugye a reklámblokknak az elejét és a végét szokta jelezni, és akkor ezt így az egészet újra vágni. És ezt megnézi majd 150 ember nagyjából. Hát megnéztek körülbelül két év alatt, úgy letöltötték 2000-en a javított változatot, és mivel most jött ki nyáron a Blu-ray változat, beszereztem, közzétettem, azóta egy kicsit még többen. Ez az, amit gyakorlatilag tiéd volt az egyetlen forrás róval is. Igen. Nagyon sok mindenhez gyakorlatilag az enyém az egyetlen forrás. De csak te foglalkozol vele. Nem, én azok, vagyok az, aki előássa ezeket a bokon legmélyéről is. Nem, csak te foglalkozol vele. Mert igen. Na, jól van, nem ismerkedünk itt a színpadon. Viszont azt érzem a mondani valótokból, hogy mindannyiótokat valamennyire az is motivál, hogy minőségi munkát adjatok ki a kezetekből, és tényleg olyan feliratok készüljenek el, amiket ha valaki megnéz, akkor nem a fejét fogja, hogy milyen Google fordító sikertörténeteket láthat, meg olvashat. Volt-e esetleg így a felirat készítéssel kapcsolatban valami érdekes történet, amit szívesen megosztanátok? Akkor magamhoz ragadom a szót. Nekem a kedvenceim azok, amikor nézünk egy feliratot, és teszteknél fordul egyébként elő gyakran, nyilván a csapatunkban ilyet nem veszünk fel, amikor nézzük a feliratot, és gyakorlatilag azt tudjuk, hogy nem ezt mondják, mert totál érthetetlen a szöveg. És azt sem tudjuk már visszaszedni, hogy az angol mi lehetett, mert egyszerűen annyira szét van forgácsolva, annyira szó szerint van fordítva össze-vissza, hogy egyszerűen nem jut eszébe az embernek, hogy baszki, ezt így is lehetne fordítani, hogyha tükörfordítás lenne. Én meg az előbb elmondtam azt az egyik legnagyobbat, ami ilyen jellegű sztori lenne. Köszönöm, hogy nem rólam meséltél ciki történetet. Egyébként féltem, hogy azt fogod felhozni. Nem. Az egy eléggé vicces volt, de ott mondjuk tegyük hozzá, mind a ketten idióták voltunk. Te az egyiket nem ismerted, én meg viszont egy olyan kifejezést használtam egy bizonyos dologra, amit nem kellett volna, és így nagyon elég erősen átment a sci-fi kaland egy felnőtt tartalmú valamibe. Igen, ja igen, mert aki nem tudja, én is a Ritz Ronin Factory-t tartalmasítom a jelenlétemmel egyébként, csak nem most. De igen, ez még ilyen 2011-2-es történet volt, amikor a szárnyamat próbálgattam, mint fordító, és néha elég avantgard munkákat sikerült létrehozni, de ugye ezért fontos, hogy legyen egy lektor, aki átnézi a fordítást, mert legalább nem egy felnőtt tartalmú művet néztek az űrben az emberek, hanem tényleg az került oda, aminek ott kellett lennie. Szóval nekem ez nagyon tanúságos abban, hogy igenis nem elég az, hogy valaki lefordítja, hanem jó, hogyha vannak ilyen emberek, akik a további lépésekért is felelősek. Ahogy Durvi mondta, ugye tényleg a fordító után még van egy lektor és egy ellenőr is, szóval ketten is átnézik jobb esetben. Úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne kerüljenek ki olyanok, mint amiket. Igen, én ismerem azt a lét.
akkor így. Szóval még így Ritznek a fiókaljáról előtúros sztoriához még így annyit, hogy sajnos így egyre többször futunk bele abban, főleg mangáknál, meg hát nem tudom, a netimáig, nem tudom milyen projekteknél van az, mindegy, hogy külföldről rendeljük be az anyagot hozzá, tehát mert nem elérhető az interneten, úgyhogy berendeljük, mert hogy az amerikai jogvédők így elkaszálnak ott minden próbálkozást, és mi berendeljük külföldről hozzá a mangát, amit mi szkennelünk, abból fordítunk, azt szerkesztjük, stb. Stb. És így más csapatok is vannak, akik ilyen dorámákat, meg egyéb tök mindegy animéket, bármit berendelnek külföldről, mert sajnos nem elérhető, vagy nem olyan minőségben elérhető. Még arról beszéljünk esetleg pár szót, mert Ritz említette az ősidőket, amikor TXT-ben fordítottak az emberek, azért manapság nagyon sok túl áll rendelkezésére az embereknek, és egy picit így elmondanátok, hogy így miket használtak, vagy mit érdemes manapság használni. Hát alapvetően égiszábot használunk. Az, hogy most melyik változatot, abban nem menjünk bele, mert tudunk egy-két embert itt mondani, akik így kardot csörtetve mondják azt, hogy a legfrissebb kiadás legyen mindenképpen. Igen, ez főleg itt a külföldi szcénában, hogy a legfrissebb kiadás hivatalosan az a 3.2.2. Én ezzel nagyon szépen megjelentem külföldi formázásoknál, és így néznek rám, hogy miért nem úgy néz ki, amit leműveltem, mint ahogy annak kéne. És kiderült, hogy én valami kőkorszakit, hogy idézzünk egy kedves barátunkat, használtam, ami után letöltették velem egy újabb verziót, és én azt nagyon bőszen ajánlottam mindenkinek, egészen addig, amíg az illető srác nem mondta, hogy egyébként ez már hónapok óta elavult, és már olyan dolgok hiányoznak belőle, hogy fogalmam sincs micsoda, pedig azért valamennyire benne vagyok a dolgokban. Úgyhogy Aegiből is nagyjából annyi verzió van, mint anime nagyjából. Minden fordító, mindenki, aki kicsit jobban ért hozzá, már csinált magának egy saját verziót hozzá, amiben benne van a saját hülyesége, és elérhetővé is teszi, és aztán mennek a véremenő harcok, hogy kiét használjuk. És elvileg van egy olyan kezdeményezés a Tutonnal, ami arra megy ki, hogy egy teljesen így lecserélni az égiszabot, és egy ilyen megint egy közösebb valami, arra megy tudsz mondani. Hát akkor visszaveszem a mikrofont. Bocsi, Tapion. Jó. Igen, az Aegis Hub az egy nyílt forráskódú program, viszont vannak benne alapvető hibák, már amennyire én tudom, én nem vagyok se programozó ebbe a dologba, is csak így külsős rálátásom van valamennyi. Igazából annyi a lényeg, hogy ahogy haladnak a technikák, ahogy szeretnének, ugye ez főleg a külföldiekre jellemző, hogy minél innovatívabb dolgokat létrehozni, úgy minden eszköz fejlődik. Ennek köszönhető ez a sokkal egészabb verzió is. És páran kitalálták már, pontosan nem is emlékszem kicsodák, azt hiszem a Daydream Graphy-nek a főfejlesztője ott van, ugye itt van a magyar srác is, aki engem belerángatott, hogy ők írnak az Aegis-hoz egy hasonló programot, amit viszont ők írnak teljesen nulláról, egy olyan nyelven, amit ők sokkal jobban ismernek, alapból tudják, mit akarnak ezzel elérni, és az a cél, hogy először, hogy nyilván elérjék az Aegis-nek a szintjét, ugye feliratkezelési szempontból, majd utána átrakják abba a scripteket, amiket egy Lua nevű program nyelven írnak általában, ha éppen nem Pythonnal. Abban nagyjából kettő van. Ezeket akarják belerakni, és akkor utána jöhetnek a mindenféle csili-vili opciók még. De ez jelenleg elég kezdetleges stádiumban van. Ha jól tudom, most valós életbeli problémák miatt le is állt, úgyhogy jó ideig még biztos, hogy az Aegis-szabot fogjuk használni. De ha már így a valós életbeli problémákat említetted, hát most mindenki láthatja, aki eljött, hogy nem robotok vagytok, akik feliratokat és készítenek, és formáznak, és lektorálnak. Egy picit tudtok arról mesélni, hogy milyen nehézségekkel szembesültök így a munkátok során? Hát az egyik, ami ezzel kapcsolatos, amit már elmondtam, hogy megfelelő forrás találni. Igazából szerintem a többi az így megugorható feladat, a forrás igazából az, ami nagyon fontos, hogy jó legyen. Mert utána
még esetleg nekünk van egy videómágusunk, aki a legcsúnyabb videóból is szépet csinál, meg minden. Szóval így igazából szerintem tényleg az a fontos, hogy hogy a forrás az jó legyen, vagy találjunk több olyan forrást, amiből tudjuk, hogy nagyjából ez is jó, és így valamit így össze lehet ollózni az alapján, amit mondjuk így hall az ember a szövegből, plusz a szöveget így mellé teszi. Ennyi. Ja, és legyen internet. Én hozzátenném a forrásanyagon kívül azt, hogy ahhoz, hogy elkészüljön egy jó felirat, ahhoz egy csapat is kell, akivel megcsináljuk azt. És a mai világban, amikor egyre több anime elérhető szinkronosan, vagy éppen, nem reklámozok semmit, de magyar felirattal bármilyen streaming szolgáltatón, így egyre több anime eshet ki, úgymond egyáltalán akár meg csapatnak vagy oldalnak a repertoárából, valamint, mivel egyre többen nézik angolul őket, egyre többen tudnak angolul már nagyon fiatalon, ezért nincs szükségük feltétlenül a magyar feliratra, így a csapatoknak, legalábbis mi ezt tapasztaljuk, hogy jóval kisebb az a merítési kör, amiből tudunk akár fordítót, akár lektort, formázóról is beszéljünk, nagyon nehéz ember találni, és hát ahogy egy csapat öregszik, úgy lesznek egyre idősebbek a tagjai, nyilván, és úgy szippantja ki, úgymond ebből a hobbi tevékenységből a való életüket. Tehát elmennek és nem csinálják tovább, és nehéz az utánpótlást úgy megszerezni, hogy utána az velük foglalkozni is kell, képezni kell őket, akár a lektort, akár a fordítót, akár a formázót, akár a manga szerkesztőt. És ez az aktuális projektek mellett ez egy nagyon-nagyon embert próbáló feladat. Igen, tényleg embereket elég nehéz találni, ugye képzések is hát egyes csapatoknál indulnak, vagy megpróbálják a lelkes újoncokat betanítani. Amit én még hozzátennék, hogy ez főleg inkább egy csapat életében nagy probléma, de nyilván, ha a csapatnak nehézségei vannak, akkor a feliratok is, vagy a minőségük, vagy az idő, ami alatt kijönnek megcsinálni, ez pedig a kommunikáció. Nyilván minden emberek vagyunk, és nyilván vannak nézeteltérések bizonyos időnként. Ha nézeteltérések vannak, az emberek nem szívesen fordítanak. Például nálunk is volt, hogy egy lektorunknak valaki megjegyzés, tehát nem is rossz szándékú, egyszerűen csak megjegyezte, hogy van egy hiba, amit rendszeresen elkövet, és ez az ember, aki megjegyezte, ez elég bunkó módon tette azt, és szegény lektor megsértődött, és gyakorlatilag kiesett a projektről, innentől kezdve pedig nagyon nehéz volt egy futó szezonos animéhez közepétől, hetedik résztől keríteni valakit, aki megcsinálja helyette. Szóval vigyázni kell, meg kell becsülnünk azokat a tagokat, akik vannak és jól csinálják ezt. A kommunikációt pedig le kell rendezni. Ez viszont különösen úgy igaz, hogy ha kiírunk egy tagfelvételt, akkor általában nagyon kevesen szoktak jelentkezni. Többek között ez köszönhető annak is, hogy jó pár évvel ezelőtt még egyébként az úgy nézett ki, hogy hiába írtak ki a csapatok tagfelvételt, akik bele akartak ebbe vágni, azok teljesen mindenféle segítség, tanítás vagy esetleg útmutatás nélkül belevágtak a saját útfőből. Ebből születtek olyan érdekes történetek például, hogy volt egy csapat, aki már a megalapulása előtt 10 nappal megszűnt létezni, vagy éppenséggel volt olyan, hogy megcsináltak egyetlen egy részt, és aztán eltűntek az éterben, mert egyszerűen nem jöttek ki egymással, nem tudták összeszervezni rendesen. De meglévő csapatokon belül is vannak ezek a problémák, hogy mondjuk egy nagyobb összefogás, hogy 3 csapat összefog, és akkor minden feladatra más-más csapatból van ember, és egész egyszerűen, aki összefogná ezt a projektet, az így magasra tesz rá, akkor igazából a többi az nem nagyon tudja, hogy mi van, hogy van, és így elkallódik az, vagy a projekt, vagy elsei. Hát nem lehet egyszerű néha az életetek. Arról tudtok nekem mesélni, hogy így hogyan döntitek el, hogy ki mind dolgozik, akár csapaton belül, vagy csapatok között? Szóval így szerintem mindenki nevébe beszélhetek, hogy a csapaton belül szabad projektválasztás van. Általában ugye fordító választ projektet.
és ő gyűjt maga mellé embereket, formázót, lektort, ellenőrt, időzítőt, ha kell. De van olyan is, hogy valakinek a csapatból szívügye egy manga mondjuk, amiből tudja, hogy fog készülni anime, és akkor ő piszkálja a többieket, hogy figyelj, ezt nem fordítanád, mert akkor én, mit tudom én, formáznám. És akkor jó, de, és akkor csináljuk, tehát így, de egyébként, tehát nincs az, hogy én mondjuk kiosztom, hogy na, ebből a szezonból nekem ezt tetszik, és akkor te ezt csinálod, te ezt, meg ezt, meg ezt, ilyen nincsen. Tehát így mindenki így ugye minden csapatban van, gondolom, egy csapat megbeszélő, ahol mindenki ott van, és akkor beírják oda, hogy ehhez a projekthez keresek embereket, és akkor így szépen lassan így bejelentkeznek hozzá a tagok. És akkor így áll össze a szezon elejére egy csapat egy-egy projekthez. Nem is lehetne igazából kiosztani, mert ez egy hobbi tevékenység. Tehát főleg ha hosszú távon rákényszerítjük egy-egy emberre, hogy neked most ezt kell fordítanod, vagy neked most ezt kell lektorálnod. Egy-egy projekten még esetleg elfér, főleg, hogyha az ember az oda teszi magát, és úgy van vele, hogy tényleg akkor legyen ebből egy jó felirat, ha már csináljuk. De ha folyamatosan erre kényszerítjük rá az embereket, egyszerűen el fog menni a kedvük tőle, hogy olyanokat fordítsanak, lektoráljanak, amiket nem akarnak, esetleg kifejezetten utálnak is. És akkor még talán nem beszéltünk arról, hogy esetleg követelményrendszert hatámaszt az ember. Tehát például, mit tudom én, valaki megszabja, hogy 24 órán belül legyen felirat. Na, mondjuk ilyet ezt nem csinálunk, ezt így kapásból szerintem úgy mondhatjuk. Vagy kapásból elvárjuk, hogy mit tudom én, 4 óra alatt legyen meg, aztán úgy már továbbra szóval, 24 órán belül már prezentálva legyen, mert minden a fontos és a sebesség. Yeah. Én a projektválasztáshoz még azért hozzátenném azt is, hogy szerintem, hogyha van egy ilyen folytatásos, szezonos sorozat, akkor mi legalábbis próbálunk törekedni arra, hogy ha elkezdtünk egy első évadot, akkor igenis valahogy vigyük tovább másodikkal, ovát megcsinálni, mozifilmet megcsinálni, ilyen speciál, olyan bármi. Pont azért, mert nyilván ez nem mindig lehetséges, de pont azért, mert vannak olyan helyzetek, amikor lefordít az ember 3 évadon keresztül valamit valaminek, és hogyha ő ott abba hagyja, valaki úgy is fölveszi, mert általában így szokott lenni. Nem biztos, hogy egy olyan néző, aki mondjuk nem tud japánul, nem tud angolul, tehát nem biztos, hogy amit eddig tűzlabdának fordítottnak, utána a negyedik évattól lángolyó, lehet, hogy azt hiszi, hogy az egy teljesen más képesség, vagy technika, vagy akármicsoda. Úgyhogy ezt a következetességet, mi igyekszünk legalábbis előtt tartani, és szerintem ez is egy fontos része a projektválasztásnak. Egyébként nekem volt ilyen, hogy éveket vártam egy sorozatnak az utolsó évadára, csak azért, mert annyira hűséges voltam a fanszuperhez, aki csinálta, hogy nem volt szívem megnézni mástól, úgyhogy ilyen is van néha. Te vagy a fanszuperek kedvence, megvárod a mi fordításunkat, vagy hát akinél elkezded legalábbis. Oh. Igen, egyébként ez tényleg fontos, hogy konzisztens legyen egy fordítás, mert nem csak az, hogy összezavaró lehet, egyszerűen csak nem szép, hogyha változik. A projektválasztás terén még ugye kérdezted a közös csapatokat is, ugye, amikor így, úgyhogy Ritz is említett, hogy még 3 csapatból van. Ez nyilván ugye vannak összeszokott csapatok, akik szeretnek együtt dolgozni. És akkor van, hogy megkeresik egymást egy-egy animénél, hogy figyelj, ezt vinnénk, nincs kedved beugrani, így engem is kerestek már így meg mondjuk a Mieruko-hoz, a hatalmas kedvencem, Mieruko-chan, felkértek, hogy formázzam, én nagy lelkesen elvállaltam. Létezik a projekt, kifejezetten létezik, a jelenleg a kiadás szüneteinél van, és azt hiszem januárban volt utolsó epizód kiadva, de ha van a mához hasonló, aki szeretné ezt a fajta fordítást megnézni, akkor annak elárulhatom, hogy hamarosan jön folytatása, rajta vagyok. De egyébként ezen kívül ami volt még, hogy pont Papillonnal volt ez a projektszervezés nemrég, hogy elvállaltunk egy projektet
két film, már nem tudom pontosan mi a címe, valami Boku no meg Kimi no-val kezdődik. Ezek ilyen ikerfilmek, talán olvastatok róla, ha jól rendük, még a Mondó is posztolt, hogy ilyen időutazós, és akkor ahonnan kezditek a nézését, úgy lesz értelme a sztorinak. Mi ezt elvállaltuk a Mirai Fanszába, hogy akkor megcsináljuk. És van egy ilyen fórumunk, az Isotosó, ahol fanszáberek szoktak beszélgetni, általában a jelenzük, hogy miket szeretnénk vinni, hogy ne legyen overszab. És tapjon rám a Discordon, hogy ők is szeretnék vinni, illetve hát ő szeretné vinni. Viszont nem csinálnak pluszt feliratot, hogyha ha nem szükséges, és van esetleg nálunk ilyen nyílt pozíció, amit valakit csak úgy berángattunk, de nem akarja csinálni, vagy esetleg még mindig keresünk rendet. És hát volt úgy, hogy ő fogja nekünk fordítani, majd ha egyszer kijön. Szóval így is előfordulhatnak ilyen közös készülések. Tehát igazából csak fordítótok nem volt a projektre. Igen, igen, mert minden más az szívesen összeállt, a fordítót azt így, na léci, fordíts már le nekünk, és tapjon, lefordítja. De azért ez nagyon jó, hogy így van egy ilyen kapcsolat így a különböző csapatok között, hogy így meg tudjátok egymást keresni, hogyha valamelyik pozícióra esetleg nagyon nincs ember, vagy így mondjuk tényleg valaki nem szívesen csinálja, és mondjuk az Isótoson ír valaki, hogy amúgy ők is gondolkodtak, és akkor így kollaboráltok. Ez szerintem nagyon jó, megmondom, nektek is sokat segít így abban, hogy eredményesen tudjatok ezeken dolgozni. Igen, például pont most volt, hogy a Blue Lakhoz kerestünk formázót, és egyszerűen igen, földön, mert senki nem tudta elvállalni a csapatba. Na mondom, akkor én erre szerintem tudok egy embert, tehát igazából egyből célzottan ráírtam Nihilre, hogy szeretné elvállalni, és hát azt mondta, hogy szerette volna. Mondta, hogy menjen. Na, ez szuper, szuper. És egyébként már nagyon picit így utaltunk rá, hogy ugye vannak olyan emberek, akik türelmesen várják így a következő részeket, és vannak kevésbé türelmetlen emberek, vagy kevésbé türelmes emberek, bocsánat. Ezeket a helyzeteket hogyan tudjátok kezelni, vagy hogyan élitek meg, hogyha mondjuk valaki tényleg ilyen nagyon izgul már, hogy mikor jön ki az új rész, meg ugye gondolom sokszor is kaptok ilyen kérdést, hogy vagytok, hogy ezeket a helyzeteket így hogy tudjátok kezelni? Vanulunk mindenkit. Egyébként, amivel lehet, ugye nyilván egy ideig megpróbálunk visszaírni, hogy bocsi, ez vagy az miatt nem tudtuk most éppen megcsinálni, de azért nyilván fontos, hogy ne legyen az a tudat mindenkiben, hogy mi dolgozó robotok vagyunk, akiknek ez az egyetlen feladata, hogy éppen leszállítsuk a következő epizódot. Emlékszem, a Horimiát pont sikerült mindig úgy összeszervezni, nem direkt, hogy a fordító nagyon lelkesen lefordította már aznap estére, én nekem pedig a délutánom szabad volt, tehát délelőtt lelektoráltam, átküldtem, és egy nap után kijött. És aztán valami közbe jött, a fordítónak nem volt ideje, én pedig beteg lettem, és késett 2-3 napot, és már egyből kaptuk, hogy abba hagytátok? Mi történt? Ó, ilyen jellegűből egyébként én talán még a... Hú, mikor ment a Inuyasának a Kanketsu Hen című évada? 2010-11, valahogy így? 12-re emlékszem. 12. Tehát lényeg egy. 12-ben bevállalta az Animatics csapat, én ezt nyugodt lelki szíve megmondom, ugyanis ezt a mai napig én felszoktam emlegetni így a türelmetlen embereknek a mintapéldájára. Ugyanis olyan szinten kapták a kérdéseket, hogy a privát üzenetek azok úgy teljes mértékben beteltek, elárasztották a fórumot, tehát így föllépett az ember 8 óra után, hogy dolgozott, vagy egyetemen volt, vagy iskolában volt, vagy valami. 8 óra alatt valami 500 kérdés született csak abban a topikban, hogy hun van már az adott rész, sőt, olyan is volt egyébként, hogy már a 10 héttel később érkező részt már követelték rajtuk, hogy mert azt szeretnék nézni. Maradjunk annyiban, hogy egy kulturált közegben ilyet nem játszunk. Tehát elsősorban azért nem, mert egyfelől elveszítek az embernek a kedvét tőle, másfelől pedig azért vannak olyan, egyfelől ezek a beteg lesz, munkája lesz,
egyéb magánéleti dolgok, tehát bármi, tehát vagy tényleg bármi közben jön, és valamiért így kicsit csúszik. Vagy van most például nekünk egy olyan projektünk, ez a Ginga Eljú Densecű. Mi most például az eredeti, a régi klasszikus obát azt azért szüneteltetjük, mert egy olyan ponthoz értünk el abban a klasszikus részben, ami most dolgozódik fel éppen a remake-be. És nem akarjuk azt, hogy azzal, hogy most elkezdjük újra a klasszikust elővenni, és akkor következő résszel, következő árkot elkezdjük, akkor azokat fosztjuk meg a nagy epikus összecsapásoktól ebben a évadban, aki képességgel azt néznék, és már várják, hogy mi fog belőle kisülni, mert a következő árk az pont erre épül, és eléggé erősen. És már a hírszöveggel akkora spoiler bombát kapnak, hogy az kegyetlen. Tehát van, amikor ezt a fajtát is így követnünk kell, hogy figyelni, ha ilyen jellegű van, hogy egy régebbi ugyanazt a címet, vagy éppenséggel újra forgatott változatot készítjük. Én még annyit hozzátennék, hogy lehet, hogy meglepő, de nálunk a mozifilmeknél szoktak problémák lenni a türelmetlen emberekkel. Tehát azért elég sok nagy neves animének a mozifilmje jött ki eddig is, meg mostanság. Akár a Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, One Piece, ezek mind a projektjeink. És hát nekem már le van mentve TXT-be, elmentve egy konkrétan egy mintaszöveg. Minden egyes alkalommal ki kell írni, hogy a japán mozis megjelenés az nem egyenlő azzal, hogy az fölkerül az internetre és lehet vele dolgozni. És amikor meglátják az emberek a plusz 6 kötőjel 9 hónapot, hát elmegy a kedvük a kérdezéstől, de nem tudunk mit csinálni. És ez rendszeres minden mozifilmnél. És ez a szerencse, ha csak plusz 6-9 hónap, mert volt már olyan példa, szintén Kazuki Szubnak az egyik projektje, hogy konkrétan egy évet kellett várni a DVD-s megjelenésre. Hát meg igen, meg ugye azt kell így igazából megértetni a látogatókkal, hogy itt van, hogy egy felirat átmegy 4-5 emberen. Azért ez nagyon nehéz összekoordinálni, hogy ez a 4-5 ember mondjuk egymás után egyből tudja csinálni a feliratot, vagy egyből tudjon vele dolgozni. Tehát így nagyon elképzelhető, hogy még akár egy olyan felirat is, amivel nincsen sok munka, az így simán beletelik 3-4 napba, és nem azért, mert igazából otthon ücsörgünk és így nézzük a falat, hanem azért, mert nem egy az életritmus a csapattagoknak ennyi. Valaki dolgozik, valaki iskolába jár, ide jár, oda jár, és ezt nehéz sokszor így megemészteniük a látogatóknak, hogy miért nincs kész 4 órával a kiadás vagy a megjelenés után az anime. És amellett, hogy ugye ti próbáljátok így a rajongókat kiszolgálni, meg ugye mégis önkéntesen végzitek, van olyasmi, ami így segít a motivációtokat megőrizni? Hát igazából nem tudom, nekünk jól esik, amikor látjuk, hogy megköszönik, hogy írnak egy jó értékelést az animéről, vagy leírják, hogy nekik éppen mi tetszett az adott részbe, vagy sikerül egy jó szójátékot úgy lefordítani, hogy azt úgy megjegyzik, és meg ezek az apróságok. Tehát nekünk ezek az apróságok esnek jól. Van olyan például, hogy felkínálják a segítségüket, szóval volt már olyan példa, hogy egy animével leálltam, egyszer nem volt időm rá, és valaki felajánlotta, hogy ha nehézségeink vannak, akkor nyugodtan szóljunk neki, mert akkor ő beáll fordítani, vagy amire éppen szükségünk van. Ezek is nagyon jól tudnak esni, és egyébként ez a tag azóta az Anime Gunstar-nak egy teljes idejű tagja, mint fordító, mert egyszerűen jelentkezett hozzánk, és bár nem azt a projektet viszi, de egyszerűen csak volt kedve segíteni. És hát már így rájöhettek az élelmesebb nézőink, hogy nem egy fanszab csapat létezik az univerzumban, hanem ugye rengeteg... Durva, mi? Lehet csak... Lehet azt hiszem, egy csapata vagyunk. Szóval, hogy több csapat létezik, és hát ugye elég sok csapat van. Hát most éppenséggel így egy csapat vagyunk itt, mert mind a négyen, szóval. Igen, most a kerekasztal tagjai vagy lovagjai vagyunk, de egyébként ugye... A szaber kerekasztal szab. Azt lehet megcsináljuk, de nem biztos.
És hogy fér meg ennyi csapat egymás mellett? Tudom, már részben érintettétek, de azért ebből egy picit még menjünk bele egy kicsit. Szóval mostanában már, tehát így vagyunk, de ez nem volt mindig így sajnos. És ez, ahogy már beszéltük is, szerintem legfőképpen a kommunikáció hiánya miatt volt, hogy nem igazán beszélgettek egymással a különböző csapatok tagjai. Nem is az, hogy nem akartak, vagy nem tudtak konfrontálódni, hanem egyszerűen így nem tudták megbeszélni az ellentéteket. Talán ez abból is fakadt, hogy mindenki ilyen kis tinititán volt, aki azt hitte, hogy majd ő megváltja a világot. És akikkel manapság úgymond ilyen problémásak, azok valószínűleg szintén ebből fakad nekik az, hogy nem tudnak beilleszkedni ebbe a közösségbe. De most már nem tudom, mindenkinek beérett a fej lágya, és egyre többet beszélgetünk, minden egyes csapattag a másik csapattagokkal találkozgatunk, beszélgetünk, voice-ba, írásba, szerintem nagyon sokat számít, nagyon összekovácsolja ezt a fordítói közösséget. Igazából közös a célunk, szóval nagyon sokan egyszerűen csak látják, hogy nincs értelme összeveszni másik csapatokkal, vagy nincs értelme azt gondolni, hogy majd akkor mi mindent megoldunk, és mi leszünk a nagy megváltók, mert segítünk egymásnak. Igazából tényleg ugye közös a célunk, az a célunk, hogy minőségi feliratot juttassunk el a nézőknek, és ilyenkor inkább kooperálunk, ugye, mint hogy egymással versenyezzünk, nyilván jobb esetben. Én annyit még ehhez hozzátennék, hogy ugye, ahogy mondtad, nem volt ez mindig így. Hát 10 évvel ezelőtt, mikor mi ehhez az egészhez csatlakoztunk, vagy legalábbis én, nagyjából az volt a lényeg, hogy mindenki király akart lenni. Mindenki a legjobb akart lenni, és emiatt képes volt úgymond a másikat akár lenyomni, akár besározni bármit. Na most, mint mondtam, ez 10 évvel ezelőtt volt. Mi akkor, mint csapat, abszolút elzárkoztunk mindenféle közös munka, vagy akárkivel való társalgás elől, és vittük a saját dolgainkat, nem foglalkoztunk semmivel. Hozzáteszem, hogy mindemellett tudat alatt, vagy úgy, hogy nem is ismertük, a úgynevezett fanszub etikettet konkrétan betartottuk, legalábbis 90%-ba. És hát most vannak ilyen-olyan események, amik miatt egyébként én hálát adok neki, hogy vannak ilyen események, mert visszakerültünk ebbe a vérkeringésbe, és nagyon kellemesen csalódtunk a légkörbe, a csapatokba, bennük, mindenkibe, bennetek, mindenkiben. Illetve még ez a 10 évvel ezelőtti történet, tehát amikor még én kezdtem, akkor még nem volt összeírva, hogy akkor egy szezonon belül milyen animék vannak, ki mit visz. És rá egy olyan 2 szezonnal alakult ki ez a szokás. És akkor még az elején tényleg mindenki azt hitte, hogy ez ilyen stipi-stopi játék. Most már úgy vannak vele, hogy jó, akkor igazából lemondunk a másik javára, vagy besegítünk, vagy legalábbis próbálunk úgy szervezkedni, hogy lehetőleg minél jobban lefedni. De azért lehetőleg azt szerint, hogy mik a mi erőforrásaink, hogy mit tudunk hova csatornázni, meg hát azért persze backlog. Vannak azért olyan csapatok, akiknél elég erős a visszamaradott projektek, megörököltek dolgokat, ez mondjuk nálunk rohadtul igaz. Mi annyit örököltünk meg, mint a rosszabb. Szerintem óvatosan át is libbentünk abba, hogy egészen odáig fajult ez a nagy kollaboráció most már a különböző csapatok között, hogyha jól tudom, épp most van valami folyamatban lévő kezdeményezés. Esetleg egy pár szóban, úgy érzem, Ritz mesélnél erről. Igazából nagyon sokszor felvetették azt, hogy miért nincs a fanszerbereknek egy saját közös gyűjtő oldala. Lényegében ezt kívánjuk megvalósítani. Ez indul be, hát most már nem tudom, hogy 5-jére, talán 6-jára. Mindezt egyébként úgy, hogy 13-ban belengedték eredetileg a felirat archívumnak a törlését, illetve pontosan kivezetését az oldalról az Animaticson. Utána elindult egy projekt, ez volt az Isoto Show.
eredetileg az lett volna az ilyen közös platform, aztán idővel, mivel hogy nem alakult ki ahhoz a különféle informatikai okokból az oldal szerkezet maga, mert mindent úgy kellett akkor még lefejleszteni hozzá, nem voltak meg azok a technikák, nem voltak meg azok az eszközök. Ezért mindig újra és újra indult ez a projekt. Így végül megmaradt az, hogy végül is egy közös beszélgető fórum, ahol megegyezünk, beszélünk a problémákat, megpróbáljuk elsimítani. Lehetőleg ugye nyilvánosan, hogy azért lássák a látogatók, a nézők, hogy van a csapatok között kommunikáció, és nem csak abban merül ki két csapatnak a kommunikációja, hogy esetleg összedolgoznak. Aztán voltak egyéb kisebb kezdeményezések, például a Resiaknak volt egy fansapp.hu kezdeményezése, volt egy másik, és ők is megpróbáltak ugyanezzel. Most ez az isotosós elképzelés ez egy új erőt kapott nyáron. Remélhetőleg hamar tudjuk teríteni és bemutatni. Hát kíváncsian várjuk. Esetleg még van-e olyan történet, vagy ilyen kis anekdóta így a csapataitok életéből, amit szívesen elmesélnétek? Hát ez nem is inkább a csapat élete, inkább itt a minőségi feliratgyártásnak, meg a színvonalas felirat kiadásnak az egyik érdekes története. Az egyik csapattagunk, nevet nem mondok, van neki két gyermeke, és ők is néznek már animéket, tehát olyan idős korba léptek, 11-12 évesek, és azt mesélte nem olyan rég, hogy az iskolában, miután azt hiszem a Dr. Stone-t nézték meg, de nem akarok, tehát nem biztos, de azt mondta, hogy maga a helyesírás, a beszédkészség, és minden más elkezdett javulni neki attól, hogy olyan felirattal nézte, amiben nem volt annyi helyesírási hiba, értelmesek voltak a mondatok, és ettől javult neki az iskolában is a teljesítménye mind a két kisgyereknek. És ez szerintem egy fontos dolog, hogy a következő, meg a soron jövő generáció ilyen felirattal nézzen animét, mert ebből fognak tanulni, nem pedig a Gyere rám Reinerből. Igen, ezt egyébként többször leírtad például is Otosón is, meg ugye amikor privátba beszélgetünk, hogy nekünk fordítónak van egy ilyen felelősségünk, hogy oktassuk úgymond az újabb generációt. Ugye korábban azt mondták, hogy aki minél többet olvas, annak fog úgy bővülni a szókincse, szemmondatok, ugye a helyes írása is. Nyilván most is olvasunk könyvet, már aki, viszont a feliratok ebből a szempontból talán fontosabbak lettek. Egy picit visszareflektálva a gyerekekre, ugye nekem van egy óvodáskorú fiam, és vele szoktam úgy animézni, mint a régi narrátoros hangolemondásos filmeknél, hogy én olvasom neki a feliratot, mivel ugye olvasni még nem tud. És hát neki már vannak kedvencei, és anya, ezt nézzük meg újra, és így tényleg nagyon, és én örülök neki, hogy inkább ilyeneket néz, mert azért tudom, hogy milyen trash tartalmak vannak az interneten, így viszont így nagyjából én választom ki, hogy mi az, amit nézzem. Akkor még egy olyan történetet mesélnék, ez nem feltétlenül a felirat készítéssel kapcsolatos, de egy ilyen kis, hát úgymond promó, hogy nyilván ahogy mi általában Discordon tartjuk a kapcsolatot így egymással is, meg a csapattal is. Ismerünk meg új embereket, ugye nyilván a csapattagjainkat is, meg más csapatok tagjait is. És gyakran előfordul, hogy akár több csapatból így összemelegednek az emberek, és ők elmennek közös találkozókra, megnéznek együtt egy filmet, együtt ebédelnek. Tulajdonképpen ugye most mi is egy ilyen nagy baráti körbe vagyunk, szóval azon kívül, hogy a fanszabberek hobbiból csinálják a fordítás, lektorálást, formázást, azért mi magunk is emberek vagyunk. Ritzel például egész sokszor szoktunk sztellarizozni, és engem mindig megvernek, mert borzalmasan szar vagyok benne. Szoktak például mások más játékkal is játszani, kacsoliba például.
Szóval azért mi is együtt töltünk időt, és nagyon jó barátságok kialakulnak, sőt, a mi csapatunkban is vannak már párkapcsolatok, amik csapaton belül kötődtek. Ez néha jó, néha nem jó. De egyébként nekem is van egy aranyos történetem, ez most egész friss. Ugyanis van egy kis barátom, ő 15 éves, és megkeresett, hogy ő nagyon szeret egy animét, a Love Live Movie-t, és megnézte, és szerinte annyira borzalmas a felirat, hogy inkább lefordítja, és hogy esetleg kaphatna ebbe segítséget. Úgyhogy ő lefordította, én lektoráltam neki, Ritz meg önként és dalolva, mert nagyon szereti az idol animéket. Ritz nagyon szereti a Love Live-ot. Igen, igen. Bármit, amivel kislányok vannak, nyekeregnek, nyikorognak, vinnyognak, az úgy egészen biztos, de jobban szeretem, ha ugyanezt a fegyverek játsszák el. És annyira fellelkesült egyébként ez a srác, hogy ő mondta, hogy neki angol tanulás szempontjából nagyon sokat segít a fordítás, és most ilyen önkéntesként vállal olyan projekteket, amik így nem szezonos, tehát nem időre kell, és akkor a saját tempójába így fordítja, és szerintem ez tök szupi. Hát nálunk meg olyanok vannak általában, amiket minden szerdán a Twitterünkön lehet látni általában megmémelve. Tehát igazából én az anekdotákat így kiugrasztanám, és egyetlen egyet mondanék, egy nagyon apró. Az, hogy hogyan ismertem meg Durmolóst. Az még konkrétan úgy nézett ki, tehát ez még a zsenge zöldfülők is csimbók voltam körülbelül, még fordítási szempontból, és átküldte azt, hogy itt el van írva, itt el van írva, itt el van írva, a Dantaliano sokának a feliratában, ez nem teljesen jó. Kijavítottam, megfogadtam, odafigyeltem onnantól kezdve. Cserébe tőlem is kapott egy észrevétel csomagot, egy éppen aktuális projektjükről, és végül is innentől kezdve alakult ki nekünk kettőnk között a kommunikáció. Ez mindez akkor volt, amikor ez a 2011-es évek, amikor nagyon erősen az uraharát mondták úgy a fanszabereken belül, úgyhogy tőlük óvakodni kell. Nem. Tehát nagyon ijesztő vagy, Gyurmi. Nem kell senkitől se óvakodni, senki nem vesz meg senkit. Na de, volt nekünk még egy Insta kérdőívünk, megkérdeztük, hogy vannak-e olyan dolgok, amikre esetleg kíváncsiak. Nem olyan sok időnk van, úgyhogy mazsolázok nektek. Az első kérdés, mikor lesz a Bleach következő felirat? Nem csak vicceltem, bocsánat. Soha. Szóval az volt az első kérdés, hogy nagyjából így mennyi időbe telik, amíg egy felirat teljesen elkészül. Ez mondjuk egy ideális univerzum, tehát most nem iskolában van valaki, beteg valaki, hanem így. Ez nagyon változó, és nem csak emiatt, amik közben jöhetnek, hanem főleg ami a legváltozóbb, az mondjuk egy formázás. Egyrészt milyen sok formázás lehet egy animében, a Mushoku Tensei, ha már így emlegetem, a formázása nagyon durván abból állt, hogy mindig ráidézítettem a címet. És nagyjából ennyi. Még mondjuk vannak olyan animék, főleg ezek a Slice of Life-ok, amik borzalmasan sok időt igénybe vesznek. Nyilván fordítás, lektorálás is lehet amúgy több idő, ugye forrástól függően. Illetve a szöveg nehézsége. Egy Slice of Life-ot sokkal könnyebb lefordítani, mert ugye te életközeli helyzetekből van. De mondjuk tegyünk fel egy Steins Gate-et például, ahol rengeteg szakszót kell keresni, tehát én például emlékszem olyanra, hogy egy egész éjszakámat neurológiai és ideggyógyászati szaklapok olvasásával töltöttem csak azért, hogy egyetlen szakszót megtaláljak magyarul. Mint amikor a Young Blackjack-et fordítottuk, és az anatómia könyvben volt a legjobb barátom. Az anatómia könyv, igen, a Young Blackjack az egy olyan projekt volt, amihez például a Semmelweis Orvostudományi Egyetem könyvtárának a segítségét kértük. És ők megadták. Orvosi latin szótártól kezdve a sebészeti műtéttankönyvig mindent. Én ehhez annyit hozzátennék, hogy én nem szoktam Slice of Life-ot fordítani, de azért az olyan shonen animék, mint a One Piece, az is megdolgoztatott, amikor vannak ezek a víz alatt élő teremtmények, és különböző halfajtákról vannak elnevezve. Hát pár halat most már tudok, ismerek, illetve ugyanez másik shonenben, gombafajban is profi vagyok, tehát... Hát közben itt kirohantunk az időből, úgyhogy remélem nem folytom bele senkibe a szót,
De nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, meg mindenkinek, aki meghallgatott minket. Ha esetleg még valami kérdésetek van, vagy szeretnétek ezekkel a kedves fanszuperekkel beszélgetni, akkor ott a füvön fognak lenni, és oda lehet hozzájuk menni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet.